A társasházak esetében két évente ellenőriznek a szakemberek, a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálata pedig négy évente kötelező. A társasházak esetében előre tervezett úgynevezett sormunkában az érintette kiértesítése mellett történik az égés termék elvezetők felülvizsgálata. A Katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve által elkészített társasházi sormunkaterve alapján kiskörösre július 22 és szeptember 30-a között érkeznek a kéményseprők. A családi házban élők számára ingyenes a kéményseprés, amennyiben az ingatlanba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet. Ebben az esetben a tulajdonos kezdeményezésére előre egyeztetett időpontban érkeznek a szakemberek. A magánszemélyek idén is a 18-18-as számon igényelhetik a szolgáltatást, illetve online is megrendelhetik azt a képernyőn látható linkem. A kéményseprők célja a kémények épségének, valamint a fűtésrendszer biztonságos működésének ellenőrzése, az esetleges problémák kiszűrése, a balesetek megelőzése. A vizsgálat során kívül belül megnézik a kéményeket, ellenőrzik azok műszaki állapotát, vizsgálják, hogy a fűtés működéséhez van-e az adott helyen elég levegő, illetve biztosított-e a levegő utánpótlása. Emellett elemzik a tüzelőberendezésből távozó égés termék összetételét. Ha a problémátárnak fel, fontos, hogy saját érdekében mindenki mi hamarabb intézkedjen a javításról a szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel kell tüntetnie az utolsó műszaki vizsgálat évét, valamint az ellenőrzés során elvégzett műszeres mérések eredményét. A katasztrófa védelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek, nem fogadhatnak el. Végeznek díjköteles munkát is, azonban ezeket előre írásban meg kell rendelni, és a munka elvégezte után számla ellenében átutalással kell a díjat megfizetni.